Már javában tart az advent, amely a karácsonyra való készülődés kellemes pillanatai mellett számos veszélyt is hordoz magában. A korábbi évek tapasztalatai alapján a november végétől az év utolsó napjáig tartó időszakban jegyzik fel az otthonokban keletkező tűzeseteknek körülbelül a hatodát, vagyis az éves átlag kétszeresét. A katasztrófavédelem adatai szerint ősszel és télen átlagosan 45 percenként gyullad ki egy lakás. Naponta 2-3 válik lakhatatlanná a tűz miatt, két naponta pedig meghal valaki lakástűzben. Nagy üzem ez a periódus a biztosítók számára is. Noha egy megkötött lakásbiztosítás sok mindenre fedezetet nyújthat, a hazai lakóingatlanoknak csak kevesebb, mint a 3/4 rendelkezik ilyennel. Sok esetben már nagyon régen megkötött szerződések, és nem biztos, hogy tartalmazzák már azokat a feltételeket, vagy azokat a kiegészítőket, amelyek ugye a tűzeseteknél, például egy tűz nélküli főskorom okozta kárfedezetét is tartalmazhatja. Értelemszerűen a tűz kár az benne van a lakásbiztosítási szerződésben, de itt is fontos azt megnéznünk, hogy a tűz az, ami lánggal ég, és át kell, hogy terjedjen máshová. Tehát ha kigyullad egy adventi koszorú, akkor ugye erről a lángnak át kell, hogy terjedjen valami ilyen más értékünkre, vagy magára az épületre, és akkor fogja fedezni a lakásbiztosítás. Illetve a parázs, vagy ha valami csak ízik, ez nem minősül tűzkárnak önmagában. Egy régen megkötött szerződést érdemes ezért átnézetni, milyen feltételek vannak benne, vagy hogy fogja a biztosító fedezni az oltással kapcsolatos költségeket. Tűz esetén egyébként a katasztrófavédelem munkatársai jegyzőkönyvet vagy véleményt készítenek a tűzről. Parázs vagy más kár esetén pedig a biztosító szakértője méri fel, mi okozhatta a kárt. A legveszélyesebb terep egyébként a konyha a lakáson belül, de sok tűz pattan ki a lépcsőházban és az erkélyen is. Mivel az esetek legnagyobb része emberi mulasztásra, gondatlanságra vezethető vissza, néhány alapszabály betartásával sokat tehetünk a károk elkerülése érdekében. Fontos, hogy ugye a bútorokat ne helyezzük közvetlenül a fűtőtest közelében. A fűtőberendezéseket érdemes ugye átnézetni, minden fűtés szezon elején kéményeket ki kell tisztítatni. Fontos az is, hogy a vezetékeket ne terheljük túl, az elektromos vezetékeket, tehát ne csatlakoztassunk nagyobb teljesítményt rá, mint amennyit elbír, hogy ne égjen ki. Esetleg egy füstérzékelő elhelyezését is megtehetjük a lakásban, és fontos, hogy ugye a tűzhelyen ne hagyjunk ott őrizetlenül semmit, főként nem olajat. Számos esetben fordult elő ugyanis, hogy ez meggyulladt. Ilyen esetben soha ne próbáljuk vízzel eloltani a tüzet, a legcélszerűbb, ha az edényre egy fedőt helyezünk. Elektromos készülékeink hibás működése is okozhat tüzet, de akár az általuk termelt hő nem megfelelő elvezetése is.